Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Mérföldkőhöz értek. Az Almási kastély 500 000. Látogatóját köszöntötték pénteken. Ünnepel a karácsonyi. 4 évforduló kötődik idén a gyulai katolikus iskolához. Megkezdődött a bírálat. 1178 minta érkezett a gyulai pálinka versenyre. A költészetet ünnepelték. Versek csendültek fel az Esélypedagógiai Központ gyulai tagintézményében. Péntek délelőtt megérkezett az Almási kastély 500 000. Vendége. A látogató központ évente közel 80 000 érdeklődőt fogad. Ez a szám a vidéki kiállítóhelyek életében kiemelkedőnek mondható. Ez a nap híre. Közös örömünk az, hogy önök a 500 000. Látogatói az Almási kastélynak. Görgényi Ernő polgármester és Fekete Dombi Ildikó ügyvezető köszöntötte péntek délelőtt, és lepte meg ajándékkal a gyulai Almási kastély látogatóközpont 500 000. Vendégét. A László házaspár a Pest vármegyei Pátyról érkezett, és nem először jöttek kikapcsolódni Gyulára. Főleg a gyógyfürdő miatt, de hallottuk, hogy az Almási kastélyban is sok újdonság van, azért is jöttünk. Várba szeretnénk megnézni a Solymász bemutatót, azt még nem láttuk. Ladics házat nem láttuk, úgyhogy ami a múltkor kimaradt, illetve 2016-ban kimaradt, akkor most még azt is megnézzük. A 500 000. Látogatók a 4 személyre szóló fürdőbelépők mellett az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Belépő csomagját is megkapták, ugyancsak 4 főre. Fekete Dombi Ildikó ügyvezető megjegyezte, külön öröm számukra, hogy ez a pár a 2016-os látogatás után újra felkereste kiállító tereiket. Nagyon büszkék vagyunk, hogy a kiállítás iránti érdeklődést azt megőriztük, és hogy lehetett hallani a vendégektől, ők visszatérő vendégek, és hát erre én nagyon büszke vagyok, hogy 16 után újra eljönnek hozzánk, és meg akarják nézni ezt a fantasztikus kiállítást. És hát azt is mutatja, hogy vélhetően olyan színvonalat tud a tárlat biztosítani, és ez szakmailag, hiszen a kiállítás egy különleges kiállítás még napjainkban is, hiszen a tervezői Szilágyi Gábor, illetve Lukács Zsófia olyat álmodott meg, ami a napjainkban is érdekes. Görgényi Ernő polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy tavaly 80 000 keresték fel a kastélyt, 100 000 a várat, ez pedig vidéki viszonylatban kiemelkedőnek mondható. A legnagyobb érték a visszatérő vendég minden turisztikai desztináció számára, ezért különösen örülök, hogy most a véletlen úgy hozta, hogy az a kedves házas pár, akiknek személyében az 500 000. És az 500 001. Látogatót köszönthettük, visszatérő vendégek városunkban, remélem máskor is jönnek majd, sok 100 000 turistával együtt. Az Almási kastély látogatóközpont 2016 tavaszán nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt. Azóta keresték fel az intézményt 500 000-an úgy, hogy a járvány miatt hosszabb időn át zárva tartott az épület. Mindez azt is jelenti, hogy ezt az időszakot is beleszámolva, naponta átlagosan közel 200-an váltottak belépőt az elmúlt években. Iskola történeti kiállítás nyílt a Karácsonyi János Katolikus Gimnáziumban. Az intézmény ebben a tanévben 4 évfordulót ünnepel. A Karácsonyi Iskola énekkarának műsorával kezdődött azaz iskola történeti kiállítás, melyet a gimnáziumban nyitottak meg. Összesen 4 évfordulót ünnepel ebben a tanévben az intézmény. 130 éve kelt a gimnázium alapító levele, 120 éve indult el az oktatás, 80 éve névadó Karácsonyi János, valamint 3 évtizede indult újra útjára a katolikus oktatás Gyulán. Kovács Péter plébános a csütörtöki eseményen kiemelte, egy-egy egyházi iskolát az különböztet meg más intézménytől, hogy van lelki töltet, nevelés, élet. A mi iskolánkban is, és az egyházi fenntartású többi iskolában is tulajdonképpen ugyanez a cél, hogy a tudás mellett oda kerüljön a lelki élet is, a lelki tartalom, az a hit, amely erőt ad majd a jövő nemzedéknek a hétköznapi életre, vagyis hogy tanulságot tudjanak tenni ebben a világban.
Görgényi Ernő polgármestere a 30 éve történt, katolikus oktatás újraindítására emlékezett vissza. Kiemelte, az eltelt idő alatt mindazok, akik csatlakoztak az iskola közösségéhez, eredményesen dolgoztak azért, hogy mára osztatlan elismerés és megbecsülés övezze az intézményt. Petrucki Zoltán 1992-től a Gyulai Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium újjászervezését követően 2012-ig a Szeged Családi Egyházmegyét segítette munkájával az intézmény vezetőjeként. Beszédében az intézmény történetére emlékezett. Sajátos kiélezett helyzetben voltunk. A középiskolai felvételi jelentkezés határideje akkoriban is február közepe volt. A város képviselő testülete 4 nappal a határidő előtt tartotta azt az ülését, amelyen az iskola indulásának engedélyezéséről döntött. Hivatalosan csak ezzel vált biztossá a szeptemberi tanévkezdés. A 4 nap elegendőnek bizonyult 2 első osztályi diák jelentkezéséhez, melyhez 1 az Erkelyből átjelentkező osztály csatlakozott. Petrucki Zoltán kiemelte, az általános iskola tantestülete hamar összeállt 1992-ben, az egymás régről vagy a templomból ismerő pedagógusok jóvoltából. A tanári kar tagjai onnantól kezdve a napi munka mellett új iskolájuk ügyének szentelték idejüket, energiájukat. Bengeri Zsoltné köszöntőjében úgy fogalmazott, a tanévhez kapcsolódó kerekéfordulók arra buzdították őket, hogy átgondolják a múltat és megmutassák, mennyi kincs került a szemük elé. Olyan sok érték van körülöttük, de a hétköznapok során nem jut időnk megnézni. Sok mindenről nem is tudjuk, hogy itt van az iskola falai között, sok mindenről megfeledkezünk, és ez az alkalom lehetőséget adott a számadásra, az elmúlt 130 évről. Ahogy közeledtünk a mai naphoz, és kikerültek az anyagok, megálltunk, olvasgattunk, rácsodálkoztunk, meghatódtunk, mosolyogtunk, meg annyi érzelmet vált ki belőlünk. Büszkék vagyunk gazdag múltunkra, és ez a kiállítás arra ösztönöz minket, hogy méltó tegyünk elődeinkhez. Az eseményen Hollósi Némanc Fatime Nóra egy Wenckheim Krisztináról készült portrét adományozott az intézménynek, melyet az iskola történeti kiállítás megnyitóján lepleztek le. Idén összesen 1178 mintát bírál az érzékszervi zsűri a Bér és Magánfőzők nemzetközi párlat versenyén. A több mint 1000 tétel bírálata során többek között a technológiai tisztaságot, valamint a gyümölcs karaktert pontozzák. Idén a tavainál közel 190-nel több, egészen pontosan 1178 minta érkezett a Brillante 2023 nemzetközi pálinka és párlatversenyre. A megméretetésre idén is 3 kategóriában lehetett nevezni, bérfőzetők és magánfőzők párlatai mellett a kereskedelmi főzdék pálinkáit is várták. 2023-ban kiemelkedően sok az újonc, akik először neveztek a versenyre. A gyümölcs szezon is szerintem tavaly jobb volt, de azért szerintem a versenyünknek a szakmai elfogadottsága emelkedik, és emiatt kapunk nagyobb kihívást, több mintát a versenyünkre. A legtöbb párlat szőlő és szőlő eredetű termékből érkezett. Ezt az év gyümölcse az alma követi. Pénteken és szombaton egy 23 főből álló érzékszervi zsűri bírálja a mintákat. Ők elismert hazai és nemzetközi szakemberek, akik szakmai képzéseken és vizsgákon vesznek részt annak érdekében, hogy érzékszerveik folyamatosan karban legyenek tartva. Nagyon sok minden volt nálunk. Újdonságként tör fel a kanyszik között az oranzsed típusú, egy ilyen volt nálunk. Ez egészen kellemes volt a fajtájának megfelelően, és volt egy Carmen körte, ami izgalmasnak tűnt. A zsűri számítógéppel bírál egy 100 pontos rendszerben. Az eddigi főbírálati szempontok A kategóriákra vannak osztva, melyek eltérő nagyságú pontszámokkal jelzik a pálinka vagy a párlat adott részfunkcionális értékét. Idén elsőnek az ésvei olivérekkel találkoztunk, illetve az alattával. Ugye a szőlő kategóriával kezdünk, hogy elsőnek ez egy nagyobb etap, nagyobb terhelés jelent az orrnak, illetve a szájnak, a bírálóknak. Így ezzel védjük a
kissé visszafogottabb gyümölcsöket, amikor bírálatra kerül sor, akkor egy pihentebb, már egy kisebb horderejű termékekkel tudunk majd a következőnek kezdeni a pihenő után. Így nagyobb figyelmet tudunk fordítani majd az almákra, illetve a csonthéjas termékekre, amik majd fognak érkezni hozzánk. Továbbra is több bíró egybehangzó értékelése adja ki a végeredményt. Minden tételt két fős leíró bíráló bizottság értékel részletesen, pontokkal, illetve szövegesen. Emellett van három fő gyors bíráló, ők az érem színét döntik el. Ha az öt bíró véleményéből négy egyezik, akkor megkapja a bírálatot, amennyiben ezek nem egyeznek, akkor egy újabb, két fős csúcsűri elé kerül a döntés. A minősítéseket május 27-én a Gyulai Pálinka Fesztiválon hirdetik ki. A Magyar Költészet Napját ünnepelték csütörtökön az Esélypedagógiai Központ Gyulai Tagintézményében. A programon a város szinte valamennyi iskolája képviseltette magát. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam, hagyjadagat rád másra, engem vigyen fel a padlásra. Mózes Rihárd, az Esélypedagógiai Központ Gyulai Tagintézményének 5. diákja mondta el József Attila Mama című versét a napokban megrendezett költészetnapi ünnepségen. Lehunja kék szemét a szeg, lehunja sok szemét a ház. József Attila altatóját az elsősök egy harmadikos diák közreműködésével adták elő. A programot nem csak a fellépők versei, hanem az is különlegessé tette, hogy lényegében a város összes iskolája képviseltette magát egy-egy produkcióval. A rendezvény fontos eleme volt ugyanis, hogy az intézmények növendékei találkozzanak a városi iskolák tanulóival. A mi tanulóink mind sajátos nevelési igényű gyermekek, és ez egy szegregált intézmény. A többségi iskolák tanulói pedig nem minden esetben találkoznak sajátos nevelési igényű gyerekekkel, ezért nagyon fontos, hogy nyissunk a többség felé, nyissunk a normál felé, és nyissunk az olyan gyerekek felé, hogy a mi gyerekeink ugyanazt érezhessék, hogy ők ugyanolyan jók, ugyanolyan ügyesek, és ugyanazt meg tudják csinálni, mint bárki más, és én hiszem, hogy ez így van. A programot a Páncél Imre tagintézményben 6. alkalommal rendezték meg. Ezen felidézték József Attila alakját és rövid gyulai tartózkodásának több vonatkozását. Erős évet zárt a gyulai turizmus 2022-ben. Rövid hírek következnek. A koronavírus járvány utáni 2020-as lejtmenet és a 2021-es lassú visszakapaszkodás után 2022-ben ismét sikeresnek mondható évet zárt a gyulai turizmus. A csütörtök délelőtt megtartott szezonértékelő sajtótájékoztatón Görgényi Ernő polgármester ismertette a városi fenntartásban lévő attrakciók legfontosabb adatait. Tájékoztatójából kiderült, hogy 2022-ben a fürdőben konszolidálódott a vendégszám, a járvány előtt ugyan volt már bőven 600 ezer felett, de a visszaesést követően a legutóbbi évben már 547 ezeren vettek belépőjegyet. Többnyire telt házas produkciókat mutatott be a Gyulai Várszínház, a Várban 98, az Almási Kastélyban 78 ezer látogatót fogadtak. Komorocki Alíz, a Gyulai Turisztikai Kft. Ügyvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az előző válságos évek sok akadályt állítottak a szektor szereplői elé, de jól vették ezeket, és egy pénzügyileg is sikeres évet zártak. Az eseményen Görgényi Ernő polgármester jelentette be, hogy új tagokkal bővült a Gyulai Turisztikai Kft. Tulajdonosainak köre. A sajtótájékoztatónak otthont adó Elizabeth Hotel is csatlakozott a szervezethez. A szálloda igazgatója, Arató Henrietta úgy fogalmazott, az elmúlt években számos fejlesztést valósítottak meg, és a városi szervezethez való csatlakozás azt is jelzi, hogy elkötelezettek a további előrelépés érdekében. A városi turisztikai cégben üzletrész tulajdonnal rendelkező szállodák azt vállalták, hogy minden vendég éjszaka után 80 forinttal járulnak hozzá a büdzséhez. A kezdeményezéshez csatlakozott a Hőforrás Hotel, a Wellness Hotel Gyula és az Elizabeth Hotel is. Ez utóbbi két szálloda üzletrész tulajdont is vásárolt a Kft.-ben. Azóta további partnerként jelentkezett, és bejelentette üzletrész vásárlási szándékát a Park Hotel Gyula is. Az eseményen elhangzott,
Az új tagok szerepvállalásával erősödik a gyulai idegenforgalmi ágazat szakmai közössége, és még szélesebb bázison születhetnek meg a városi marketing tervet érintő döntések. A Delta produkció előadását láthatta a közönség legutóbb a Gyulai Várszínház kameratermében. A Darázs című előadás egy két szereplős darab, melyben Kisvégemőke és Sodró Eliza játssza azt a két iskolai barátnőt, akik 20 év után újra találkoznak. Van a múltjukban valami, amiben hasonlítanak egymásra, ami összeköti őket. Az egyik nem igazán akar semmit a másiktól, a másik pedig nagyon is akar valamit. A Gyulai Várszínháza héten utolsó tavaszi kamaratermi előadásához érkezett. Április 23-án vasárnap a Hatan Társulat előadása lesz látható történetőrző címmel. Megújul a Gyulai Várszínház Kossuth utcai igazgatósági épületének homlokzata. A teátrum idén ünnepli fennállásának 6 évtizedes jubileumát. Elek Tibor kiemelte, szükséges volt a felújítás. A nyári évaddal kapcsolatban az igazgató hangsúlyozta, készül a program, de a megszokott időponthoz képest később hirdetik meg, hogy milyen előadások lesznek, hiszen csúsztak a pályázati kiírások. Ezeknek az eredménye május közepén derül ki, addig viszont nem tudnak szerződni a társulatokkal, és nem hirdetik meg a programokat. Elek Tibor kiemelte, a nyári évad programjait várhatóan május végén jelentik be. Vivaldi nyitány koncertójával kezdődött a Klaxoton Quartet gyulai koncertje, melyet általános iskolás diákok tekinthettek meg a Filharmónia Magyarország szervezésében. A klarinétok és a szaxofonok együttes alkalmazása elég ritkának számít, de különleges hangzást biztosít, és mint a gyerekek reakcióiból is kiderült, meglehetősen jól is elsülhet egy ilyen összeállítás. Az interaktív elemekkel megspékelt produkció során a gyerekek szinte észrevétlenül váltak egy zenetörténeti előadás részévé. A Klaxoton nem csak klasszikus és népzenei elemeket hozott Gyulára, hanem az improvizatív jazz is szerepet kapott a színpadon. A zenekar fellépései során arra törekszik, hogy a gyerekek számára ne kényszer legyen a zenehallgatás. A Klaxoton Quartet a gyermekek számára olyan dalokat adott elő, melyek lendületesebbek, hozzájuk közelebb állnak. A munkanélküliségből való kikerülés mellett a szociális ellátórendszerből hiányzó szakembereket is igyekezett pótolni egy Békés vármegyében is megvalósuló program. Lapszemle következik. Nő az esély. Sokaknak segített első munkahelyük megszerzésében a Nő az esély című projekt, írt a közösségi oldalán Herceg Tamás, országgyűlési képviselő. Békés vármegyében 133 ember tett sikeres vizsgát, közülük 121 főt határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatnak tovább. Adomány az állatotthonnak. Elkötelezettek a társadalmi felelősségvállalás iránt az Almási Kastély munkatársai, írta a Látogatóközpont közösségi oldala. A kastély 7. születésnapi rendezvényén összegyűjtött adományt kiegészítették, így 10 zsák kutya eledelt vittek az Állatotthon Alapítvány 412 kutyája számára. Új hangsúlyok és szempontok a katekézisben. Egy szeminárium keretében mutatták be Szegeden a Katekézis Direktóriuma kötetet, írta a Magyar Kurír. A Gál Ferenc Egyetemen rendezett Új hangsúlyok és szempontok a katekézisben című szimpóziumon a dokumentum 5 területét ismertették. Évtizedek emlékeit idézték fel. A Táncsics Mihály Gimnázium a héten ünnepi programsorozatot szervezett a gimnáziumi képzés elindulásának 90. évfordulója alkalmából, írta az Orosz Café. Ennek egyik legfontosabb eseménye a helyi művelődési központban megtartott ünnepi díszközgyűlés volt. A hétvégén folytatódik a kellemes tavaszias idő. Hétfőtől több fokkal hűvösebb időszak kezdődik, mely akár jelentősebb esőt is hozhat. Szombaton a napos időt számottevő csapadék nem zavarja meg. Néhol élénk szél várható.
A hőmérséklet az éjszakai 6 fokról, a kora délutáni órákra 20 fokig melegszik föl. Vasárnap napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet pedig 7 és 21 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Mérföldkőhöz értek. Az almási kastély félmilliómadik látogatóját köszöntötték pénteken. Ünnepel a karácsonyi. 4 évforduló kötődik idén a gyulai katolikus iskolához. Megkezdődött a bírálat. 1178 minta érkezett a gyulai pálinka versenyre. A költészetet ünnepelték. Versek csendültek fel az Esélypedagógiai Központ gyulai tagintézményében. A Gyula TV híradóját látták, most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi médiában és a gyulatelevízió.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!